Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő azt akarja, hogy te jelentkezz nála, hogy írj neki. Mi a teendőd, mit javasol ez a jóslás, ezt megnézzük a képeknél. Itt középen Aquamarin látható. És ez azt jelenti, hogy nézd másképp a dolgokat. Aquamarin az szerencsét hoz több élet területen is, de szerencsét a szerelemben. Itt a képen látható ez a drága kő Aquamarin. Mit jelent ez? Lefordítva a tengernek a vízét jelenti. Szerencsét hoz például egy születésnél, egy kisbaba születésénél, azon kívül szerencsét hoz esküvőnél, sőt azt szokták mondani, hogy a 19. házassági évfordulónál akkor egy ilyen különleges szerencse lesz Aquamarin drágakő részéről. Aquamarin jelenti azt is, hogy meglegyen a vonzalom köztetek. Sőt, én azt ajánlanám neked, hogy ajándékozz számára egy Aquamarint, és egyet tarts meg, így megvan köztetek ez az energiai vonzó erő, és Aquamarin szerencsét hoz a szerelmi élet területén. Aquamarinnak van nyugtató hatása is, megvan a gyógyító erő Szénanáthánál, azon kívül légúti betegségeknél, bőrallergiánál, nyaki fájdalomnál, és erősíti a látásunkat. Nem csak a látásunkat erősíti, hanem az intuíciónkat is. Hiszen összefüggésben áll a víz elemével, és a víz eleme utal az érzelmeinkre, azon kívül ez olyan, mint egy belső forrás, és ez utal az intuícióra. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Itt ez a csillag, illetve a csillagok szerencsét hoznak, ugyanúgy, mint ez a drága kő Aquamarin, szintén szerencsét hoz, különösen a szerelmi élet területén. És láthatóvá tesz bizonyos dolgokat. Amit ez a csillagkép még jelent, hogy minden úgy történik, ahogy a csillagokban meg van írva. A sors utad, tehát bíz a sors útra. Legyen meg a hit, legyen meg a bizalom. Itt látható ez a fő papnő, és ez a fő papnő uralkodik egy bizonyos könyv felett. Mégpedig az Akasa krónika felett. Az Akasa krónika az egy titokzatos könyv, ahol le van írva a sors utad, ugyanúgy, mint a csillagképekben is. A lelked ismeri ezeket a titkokat, ezért fontos mindig a belső hangunkra odafigyelni. Mivel itt minden meg van írva a csillagokban és a sors könyvében, legyen meg a hited, legyen meg ez a bizalom, minden úgy történik, ahogy le van írva. Itt lesz hamarosan egy közeledés, egy találkozás, átnyújtjátok egymásnak ezeket a kelyheket, és ugyanúgy, mint Aquamarin, a kelyhek szintén a víz elemére utalnak. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát itt megvan a szeretet, érzelmekkel közeledtek egymáshoz. Itt lesz mozgás, előre mennek az események.
A kérdés az, hogy ki melyik irányba irányítja ezt a hintót. A fekete ló az utal a félelmekre, a bizonytalanságokra, az néha fékezi az eseményeket, a fehér ló előre halad bátran, mert nagyon céltudatos. És pontosan ez kell, hogy legyen az irány. Ami a háttérben történik, itt ez az igazságtalanság, hiszen az egyik megkap mindent, a másik ebből egy kicsit, a harmadik ott van a képen, de nem kap semmit. Itt az érméknél anyagiakról van szó, vagy a munkájáról, hogy kihasználják, valaki becsapja őt anyagilag. Ezek az értékek lehetnek belső értékek is, hogy vagy te nem kapod meg az elismerést, vagy ő nem kapja meg az elismerést, és ez bizony kellemetlen ez a helyzet, ezen át kell tennie magát. De ennek ellenére megvannak itt a vágyak, az álmok, az elképzelések. Ha megvan a hite, akkor ez az álom megvalósul. Ha nem hisz benne, akkor az bizonytalanságokat vált ki. Pontosan ez az irány, vagy az egyik irányba a hit, a bizalom, vagy a másik irány, amikor nem hisz ebben, akkor az bizony fékezi a dolgokat. Ami számodra fontos, te vagy itt az uralkodó nő, ez jelzi a nőiességedet, Vénusz bolygó energiáját, vagy Afrodité, istennő energiáját, de látható Demeter is ezen a képen. Demeter az a föld istennője. És itt nem a bolygóról van szó, mert a bolygó istennője, a mi földünknek az istennője Gaia, itt a bolygónkról van szó, viszont ha Demeterről beszélünk, ami szintén a föld istennője, akkor itt a természetről van szó, a termésről, a bizalomról, amikor itt kivirágzik, gyümölcsözik valami. És ez a te nőies kisugárzásod. Ha megvan a hited, akkor tudod, azt hamarosan jól alakulnak a dolgok. Lesz termés, ez lehet anyagi növekedés is, vagy kivirágzik valami a párkapcsolatot illetően. A kérdés tulajdonképpen az volt, hogy jó lenne-e, ha jelentkeznél nála, igen vagy sem. Hallgass a belső hangodra, mert itt a te intuíciódról van szó. Ha a belső hangod azt súgja, igen, jelentkezz nála, hiszen erre vár, akkor ezt tedd meg, legyen meg hozzá a bátorságod. Ha a belső hangod azt súgja, nem, semmiképpen neki kell jelentkeznie, akkor várj, amíg ő közeledik hozzád. Egy biztos, hogy itt lesz közeledés, és lesz találkozás, és itt érzelmekről van szó, hiszen te is kimutatod az érzelmeidet, és ő is kimutatja az érzelmeid. Ami még fontos ennél a kártyánál, a kettes szám. Itt rólad van szó, és róla. Nincs egy harmadik személy, aki be tudná folyásolni az eseményeket, ha a szerelemről van szó. Itt van ugyan hatás, de itt munkáról vagy anyagiakról van szó. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!